Trust me, I'm an engineer. Oh shit, I think I'm out of here. Sziasztok! Ebben a videóban megalapozzuk a csatornának az új helyét, ami itt lesz. Azt történt ugyanis, hogy rendeltem két darab mobilgarást, egy a Trabantnak, egy pedig nekem műhelynek, és le fogjuk betonozni a műhelynek alapját, és ha minden jó megy, akkor innentől, nem a videó kijöttét, hanem most, ahogy fölveszem, ez mi van ma? Szeptember közepe van, mindegy. Innentől még egy 2-3 hét még leszállítják a garázsokat, és abból lesz nekem frankó műhelyem. Itt ez 20 négyzetméter lesz, a Trabant garázsa pedig egy picikét kijebb lesz, hogy ne kelljen bejönni hátra kocsival, körülbelül itt fog elterülni, az pedig 15 négyzetméteres lesz. Meghozták hozzá már a kavicsot, a cementet, stílusosan bele a medencébe, már csak víz kell hozzá, meg egy jó nagy spatula megkeverni, és kész a beton. Ebből pedig frankon beton lesz, és frankon tele lesz itt az egész alja, 15 centis vasbetonnal. Sajnos volt egy ilyen baki, hogy lebetegedtem, mint az állat, és hát nem voltam beteg két éve, de most egy ilyen 38 fokos lázas, torokgyulladásos dolog ledöntött a lábamról, de hát most már kezdek kimászni belőle, úgyhogy picit nekiállok ásogatni, mert egy hete így van. Első napja az építkezésnek, illetve annak a vége. Kutyául elfáradtam, viszont ha megnézitek, föl van jelölve az épület, szépen. Itt volt egy olyan probléma, hogy ez itt egy komposzt gödör, ez egy ilyen méter mély, másfél, 1-8 széles, 1-8 hosszú és 1 méter széles. Ezt ki kellett tölteni némi anyaggal. Tehát hullámpala, veszélyes hulladék, szomszéd kisgyerek, minden benne van. Jó kavicsa letunkolva, nem ásszon elő. Itt volt még egy kis probléma, itt volt a szárogatónak a tönkje, ilyen betonalap, az ott. Ez. Azt is ki kellett venni, most pedig, még így a nap végén, ameddig bírom, föl fogom jelölni, hogy mit, hogyan kell kiszedni, és hát ezt a részét szedni kell, azt ott tölteni, ezt is szedni, és nagyjából lesz egy viszonylag vízszintes alapunk a 10 centis vasbetonnak. 13-14 centi lesz ebből szerintem, de 10 centinek van eredetileg beállítva. Ő is unja már melót? Ki nem? Na, dolgozzál! Nálam van a lapát, te állat! Nálam van a kamera, felvetem! És? Neked fog fájni, ők meg látják és gondolják rajta! Jó van, dolgozz! Itt van, nyertem, én nem fog dolgozni! Na, rasszolunk a jó! Nekem! Ne fotogénkedjél, dolgozzál! Alakul szépen az alap, most már elkezdtem ki tölteni a mélyedéseket, ha megnézitek. Kavicsa van kitöltve ott, ahol túl alacsony, meg itt ez a luk. Itt még van mit kiszedni, de itt már kezd igazából szintre jönni. Itt egy picit még magas, meg itt, meg ezen a részen, de lassan és biztosan haladunk a jó alap irányába. Na, ez kemény meló, de megéri.
kész van a zsaluzás. Most pedig hulladékfóliával leterítjük az egész alját. És jöhet a betonozás. Elkészült a vasbetonhálózás, benne van a fólia, erre már csak betont kell teríteni. Azonban nem csak egy garázs készül a mai napon, illetve nem csak egy garázsnak alapozunk, hanem lesz egy másik is, ami a Trabanté lesz. Lesz a műhely, és lesz a Trabant. Nak a garázsa. Ezt már kimértem, hogy körülbelül hol kell lennie a tartók és pilléreknek. Innen kidobtunk egy ahhoz hasonló fenyőt. Lesz 6 darab ilyen kis 40x40x40-es tartópillér, középen bent pedig majd kavics lesz, vagy valami hasonló, még nem tudom. Ez csak egy 5x3-as kis garázs lesz, amiben el fog leledzni az én kis Trabantom. Mára ennyi, holnap pedig a betonozással folytatjuk. Ez itt készen van. Időnél tartunk, ennek a felét már ellapátoltam. Szinte félig kész van már az alap is, nézzük meg! Tört neki baki, és végeztünk, de elfogyott a kavics. Emiatt sajnos van egy kis anyaghiba. Ups. Ezt a kis lukat azonnal orvosoltuk némi nevű betonnal. Nem lett szép, de cserébe beton. A szélét, ahol ilyen fölpizslik és elég elemetlen. Le fogom tömíteni csemperagasztóval, aztán úgyis megy rá egy linoleum padló, illetve PVC padló, úgyhogy nem fog ez minket zavarni, de le van betonozva, és teljesen jó. A következő epizódban pedig megérkeznek a garázsok, kibéláljuk őket, szigeteljük őket, és felkészítjük műhely létre. És be fogom tolni a Trabantot, hogyha elkészül a fényezése. Még nincs fényezőnél. Szívás. Na de, iratkozz föl, lájkolj, és a következő valószínűleg Trabantos videóig. Sziasztok!